üresen kongó falak a kisvárdai kórházban. Az intézmény fülorgégészeti szakrendelői hamarosan visszaköltözhetnek ide eredeti helyükre, most azonban még javában zajlanak a munkálatok. A területet a napokban adták át a kivitelezőnek. A kórházban több járóbeteg szakellátó felújítását ütemezték be a következő hónapokban. Ezek mellett új eszközöket is vásárol az intézmény. A fejlesztéseket uniós és állami forrásból finanszírozzák. Ez egy nagyon szerencsés konstrukció a kórház szempontjából. Gyakorlatilag a teljes projekt összegünket 100%-ban támogatja az Európai Uniós forrásunk. Ebből a projektből szeretnénk a elmaradt járóbeteg szakrendelőknek a felújítását megtenni. Ebben a fülorgégészeti szakrendelőknek a teljes körű felújítása van, a szülészetnőgyógyászatnak a felújítása, illetve ott a várótermérészt is rendbe fogjuk hozni. Gyerekosztályon is két szakrendelőt tudunk felújítani. Ezen túl pedig olyan eszközök tudunk beszerezni, amely a különböző területeknek, reumatológiának, rehabilitációnak, fizikoterápiának a napi munkáját fogja majd segíteni. Ezek az eszközök eddig megvoltak a kórházban, de már régiek elavultak voltak, és most ezeket újra tudjuk cserélni. Ilyen eszköz is érkezik majd többek között. A rehabilitáció nem csak eszközigényes terület, de ezen a részlegen naponta több száz beteg is megfordulhat. Ezért különösen fontos a megfelelő infrastruktúra. Azon túl, hogy a bentfekvéshez már egy megfelelő kubatúra áll rendelkezésre, olyan válmozgató és térmozgató gépeket is tudunk beszerezni, amelyek eddig a kórházunkban, ha meg is voltak, akkor nem olyan modern készülékek, mint a mostaniak lesznek, és mivel nagyon-nagyon sok mozgásszervi panasszal vagy stroke ellátást követően érkező betegnek szüksége van a rehabilitációs ellátásra, az ő hétköznapi életünket tudjuk majd megkönnyíteni, és olyan mozgásokat megtanítani és visszaállítani nekik, amelyet eredetileg is tudtak, csak a betegségből kifolyó. Most már ezt nagyon nehezen tudják megvalósítani, és ezek a válmozgató, térmozgató gépek pedig majd a hétköznapi életbe való visszatérésüket fogják segíteni. A fizikoterápián pedig olyan eszközöket tudunk beszerezni, amelyekkel szintén a betegek hétköznapi életét, az életminőségét fogjuk majd javítani. Az eddig meglévő eszközparkunkat tudjuk úgy fejleszteni, hogy most a reumatológiai területre is tudunk ezekből a fizikoterápiás eszközökből majd jó párat kihelyezni. A fejlesztés sorozat becslések szerint közel 15 ezer járóbeteg szakellátását teszi színvonalasabbá, emellett a szakdolgozók számára is modernebb, energiatakarékos környezetet teremt. A beruházás a tervek szerint szeptember végéig tart majd.